Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, Free for All játék, Free for All challenge-et csinálok, kérem szépen, mert hogy az egyik női katonának egyik női katonát akarom feloldani, mivel hogy Múzsa Squadot tervezek, így aztán Free for All challenge kell hozzá, ezért jöttem Free for All-ni, ez lenne a végső cél, a rövid távú cél ezen a játékon belül, és hát szeretnék az egyik legjobb lenni, minimum első-második helyzetet elérni, így nem fogom elérni, jó, köszönöm szépen. Így nem fogom elni a másik helyzetet, sem, nem hogy az elsőt. Hello, köszi, jó. Szóval a végső cél az, hogy egyik női katonát feloldjam, gyakorlatilag az egyik női katona arcot, és hát szeretnék első lenni, igen, szeretnék első lenni, mert ehhez az kell, hogy az első háromban benne legyek, gyakorlatilag free for all-ban, úgyhogy eljöttem egy kicsit free for all-azni, de nem állok valami rózsásan. A free for all lényege, miközben itt nagyon nézelődök, hangok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon támaszkodjatok a hangokra, használjátok Amplify-t, bár én itt nem használom, úgyhogy még jobban koncentrálok a hangra, a füles is rajta van, és hangosan van véve, hogy igyekezek hallani a hangokat. Free for all-t hogy kell játszani, nem úgy, mint én most. Szia, köszi, hello, dagadj meg. Free for all nem úgy kell játszani, mint én most. Gyakorlatilag én szeretek kiválasztani egy területet és azt védeni, lehetőleg jó. Lehetőleg a kevésbé, bocsánat, a nagyon forgalmas területet, mint például ezt itt, köszönöm szépen, a kill, köszönöm szépen, még egy kill, és mert ez itt egy forgalmas terület, és szeretek oda behúzni, és ezt a területet védeni. Hallok valamit, én mondom, hogy hallok valamit, jön valaki, biztos vagyok benne. Ott, szia! Ha, jó, jöhet a korcs, talán még hasznos is lehet free for all-ban, mert morog és ugat, és minden csinál, csak egyszerűen embert nem öli, szedi össze nekem azt a készeket, amit kéne, de nem a korcsot kéne használni, mind arra, hogy összeszedjem a készüket. Ó, második vagyok, 5-1-es, tökéletes! Tartjuk ezt a második szintet, benne leszek az első háromban, előbb-utóbb meg lesz a kis női katona arcom, ott a radaron van valaki, senki nem jön erre, ablakból semmi, de hallok valamit, az biztos, hallok valamit, na mi van, kutya, valamit csinálta, nem jó, oké, jó, senki nincs ott, Honey Badger, jó kis fegyver, ajánlom kipróbálásra, free for all-ban hasznos tud lenni, igyekszem védeni egy területet, nem megyek belerásba, mert abból mindig az lesz, hogy hátba lőnek. És free for all-ban nem is érdemes belemenni rásorolva, nagyon-nagyon körbe menni a pályán, mert hátba fognak lőni, ott volt egy lövés, nem nagyon merek ki. Ó, mi ez? Ó, szia! Anyád! Na olyan, kutya bosszú! A francba! Ó, Istenem, na ezt elkurtam. Mindegy, itt én voltam a videó, amit látjátok, azért masszívan mellé tudok lőni gyakorlatilag, és killódok, de itt volt valaki. Szia, hello, oké, meg vagy. Egy kill, kérem szépen. Ó, na, kettő, köszönöm szépen, hölgyet lelőttük. Nincs semmi gond, még mindig másodikak vagyunk, ami jó. Most már csak igyekszem összeszedni a készülékeket, remélem, hogy sikerülni van. Az egy Juggernaut Maniac Free for All-ba. Szia, harmadik kill, hogy vagy? Juggernaut Maniac... Hopp, ott mi történt? Oké, Juggernaut Maniac Free for All-ba kicsit macera, de talán sikerül. Kilőtte ezt. Ó, bazd meg! Arrák, szóval innen lőttél, de tök olyan volt, hogy a golyok máshonnan jöttek volna. Szerintem ti is látni fogjátok, mint teljesen máshonnan lőttek volna. Na mindegy. Hol van itt a tag? Igen, köszönöm szépen, ezt beadhattad volna. Köszönjük szépen, internet ping. Semmi baj, vagy biztosan mellé is lőttem, teljesen minden, nem keresek kifogásokat, el lett kurva. Hello, szia! Oké, ezt elkurtam, ezt masszívan elkurtam, egyre rosszabb a statom, 8-5, de még mindig másik vagyok, ami jó dolog. Ami jó dolog, szóval... Hopp! Na, azért. És mindig... Hopp, ott fönt volt valami valaki. Vagy csak rosszul láttam, nem tudom. Bemegyünk, megnézzük. Senki onnan, senki innen. Hopp, szia! Mondtam, hogy volt itt valaki. Headshot! LOL. Oké, megint elkezdjük bevédeni ezt a területet, mert sűrű itt a forgalom. Itt az egyik sűrű forgalom is, és körülbelül ahova nézek, most ahova nézek, ott
ott sűrű még a forgalom, ott ahonnan jön a tag. Szia, hello! Oké, téged nem tudlak lelőni. Még szerencsé, hogy hangtompított a fegyverem és nem vettél észre. Szia! Ó, spawn! Azért sűrű a forgalom, ez itt egy spawn. Hopp, megint lőttek! Szia! Köszönöm szépen, 3 kill a életbe már! Még mindig második vagyok, jó, pozitív, női katona challenge, nekem a női arc kell, a múzsa, ó, bazd meg, a múzsa szkadomat szeretném építeni, na ezért nem érdemes reszolni, ezért érdemes gyorsan oda menni, ahol van az a pont, ahova spawnolnak, ahol gyorsan őket ki tudod szedni, mert úgyse belőnek, mint például megint csak, nem jó ez így, nekro, valamit össze kéne hozni. Már harmadik vagyok a rohadt életben, nem baj, most legalább közel születtem ahhoz a spawnhoz, ahol sűrűbb a forgalom. Szeretem ezt a helyet, jól lehet bevédeni. Egy kill, köszönöm. Ott lett volna a második. Hol vagy, cica fiú? Hopp, köszönöm szépen. Még egy kill, fekszik. Hopp, 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 hopp. Hopp. Na igen, gyűlölöm ezt a trükköt. Azért gyűlölöm, mert én nem tudom jól megcsinálni, és mindenki más meg tudja csinálni, csak én nem. Köszönöm szépen, egy kill. Oké, nézzük, mi van még itt. Hangok mindenhol, igazából. Igyekszem. Ó, visszat a másik helyre, kérem szépen. Másik hely, jó. Ez jó, ez nekünk fekszik, eddig jó, a cél felé haladunk. Ez amúgy a harmadik játék, és mindig harmadikban mindig sikerült az első háromba bemelennem. Oké, köszönöm szépen, egy kill. És hopp, egy setcom, akkor valaki csak lesz a környéken, setcom ott a radaron látható valaki, az távol van, oké, megölték, semmi gáz. Hopp, szia, téged lelőlek, figyeld meg. Köszönöm szépen, te meglepődtél, hogy én itt most jöttem, hopp, ott a másik killem, köszönöm szépen, nincs killem, élet. Oké, na hol vagy, jössz, nem jössz? Nem nagyon akarok. Itt egy kicsit adrenalinom van, hogy azt mondjam. Nem mondhatnám, hogy teljesen nyugodt vagyok. Az üggyel kapcsolatban mindjárt véget ér a játék, és én második vagyok. De ami jó, nekem jó. De még egy rohadt killstreaket nem hívtam, illetve az a korcson kívül semmi nem sikerült. Egy kill, oké, jó, rendben. Nem megyek arra, inkább nem, hiába ott vannak most a radarom, majd úgyis errefelé fognak spónolni. Hopszia, köszönöm, mondtam én, hogy errefelé fognak spórolni. 40 point blank kills, hamarosan el fogom mondani. Jó, kérem szépen, egy korcsunk van már, ez meg lett. Korcs, vigyázz rám kérlek szépen, hopp, valami volt erre. Ó, szia, köszönöm, Sentrigan. Ez is megvolt, kérem szépen, előléptettek, First Lieutenant, tök jó, Sentrigan, kutya, ó, köszönöm szépen, végre hasznos dög vagy, ügyes voltál, erre van valami, tudom, hogy van valami, büdös korcs, ne engem nézz, csinálj, hopp, köszönöm, még egy kill, ez lenne már a 9., azt hiszem. Már csak egy kill hiányzik a büdös korcs részéről, és meg lesz a Juggernaut Maniac szerintem. Ó, köszönöm! Hello! Szia, feküdj! Juggernaut Maniac, innentől kezdve megállíthatatlan leszek. Másik hely, elő voltam első. No para, Juggernaut Maniackal megoldjuk a dolgokat. Látjátok, a cél mindent jelent. A cél pedig az, hogy megszerzem a női katonát. Szia, köszönjük! Továbbá, hogy első legyek, vagy benne az első háromban. És hopp egy kutya, fekszik ügyesdög, hopp egy ember, fekszik ügyesdög. Már is elsők vagyunk, kérem szépen, ennyi lett volna a játék, remélem élveztétek, live, élő, necrocrim módra, én így csinálom a módszereket, és működik számomra, nekem oké, remélem hasznos volt ez a videó, ne felejtsétek el cél, hogyha szeretnétek női katonát feloldani, akkor free for all-t kell játszani, elég sokat, nem is keveset, úgyhogy hajrá, lehet belevágni, úgy mint elén ebbe a tagba is, és már 29-10-es statunk van, elsők vagyunk, ezért megérte, azt mondom, hogy
hogy futottunk és kempeltünk és hangokra támaszkodtunk, és bár sokat haltunk az elején, de megértem, mert a végeredmény egy ilyen stat lesz, hogy úgy mondjam, és így megéri. Úgyhogy na, hé, hol vagy? Mi a fene történik? Na, úgy, kész, kérem szépen, első helyzet, köszönöm szépen a figyelmeteket, azt hiszem ez egy jó kör volt, és megérte, hajrá fel a női katonákra, úgyhogy sziasztok a következő videóig!